sok út vezet a nirvánába. Egy régi mesében a császár megparancsolta tudósainak, hogy foglalják össze számára a tudományok lényegét egyetlen egy könyvben. A tudósok hosszú évekig vitatkoztak, míg végül előálltak egy vaskos kötettel. A császár azonban időközben megöregedett, és rájött, hogy már nem lesz ideje megérteni ezt a hosszú könyvet. Megparancsolta, hogy foglalják össze a lényeget a lehető legtömörebben. Mire azonban ez a mű elkészült, a császár már annyira öreg lett, hogy úgy érezte, már ezt a rövid könyvecskét sem lesz ideje megérteni. Megparancsolta a legbölcsebb tudósának, hogy foglalja össze a könyv tartalmát egyetlen egy mondatban. Hosszú gondolkodás után a bölcs végre jelentette, hogy megtalálta a császár által kért mondatot. E mondat így hangzott: A világ bonyolult. Ha egy hasonló helyzetben azt kellene összefoglalnom, mi volt számomra pszichológiai tanulmányaim legfontosabb tanulsága, ezt mondanám: sokfélék vagyunk. Ha ezután még egy mondatot hozzáfűzhetnék, akkor megemlíteném az általános és kísérleti pszichológiából leszűrt tanulságokat is. Bámulatos, hogy bizonyos alapvető működésekben mennyire egyformák vagyunk. Ha pedig azt kellene egyetlen egy mondatban összefoglalnom, miről is szól ez a mű, valószínűleg ezt mondanám arról, hogyan fér össze egymással ez a két tanulság. Valószínűleg ezt mondanám, de nem biztosan. Előfordulhat, hogy pillanatnyi hangulatom alapján mást emelnék ki. Például a játékelmélet szemlélet formáló szerepét a legkülönbözőbb tudományágakban, a racionalitások sokféleségét vagy a meditatív megismerés kvázi racionális voltát. Én is kevert stratégiákkal élek, mint valamennyien. Ez az alapja sokféleségünknek és egyformaságunknak egyaránt. Minnyáján kevert stratégiák segítségével gondolkodunk, ennyiben alapvetően egyformák vagyunk. Ugyanakkor a kevert stratégiákat alkotó tiszta stratégiák, valamint ezek keverési módjai mindenkiben teljesen egyéniek. Ebből fakad gondolkodásunk, személyiségünk alapvető sokfélesége. A világ megismeréséhez is sokféle út vezet. A természettudomány megmutatja, milyen hatékony tud lenni a tiszta racionális gondolkodás. A belső harmónia, a lelki egyensúly és béke eléréséhez azonban a meditatív módszerek például a keleti bölcselet még hatékonyabb eszköznek bizonyulnak. A játékelmélet segítségével érthetővé válik, hogy a természet nagy játékában miért lehet jelen egyidejűleg több, Egymással merőben ellentétes stratégia, önzőgén és csoportszelekció, racionalitás és intuíció, és miképpen vezethetnek ezek egy magasabb szintű egyensúlyra a világban, illetve az emberi gondolkodásban. Ugyanakkor a játékelmélet alapján az egyes stratégiák természetét is jobban megismerhetjük.